Diákok és nevelők számára mutatott be közösen Szent Misét dr. Ternyák Csaba érsek és Dékányi Sixtus Zirci apát február 18-án, Hamvazó szerdán, az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Köszöntőiben a főpásztor rámutatott. Most a bűnbánati időszak kezdetén a halálra emlékezünk, amely akár szomorúvá is tehet minket. De a por, amelybe visszatérünk, csak átmenet. Jézus Krisztus előttünk járt, és ha életünkben egyre inkább hozzá hasonulunk, akkor feltámadott, megdicsőült testünkkel is hasonlóak leszünk hozzá. Ez az örömünk és vigaszunk. Dékány Sixtus szentbeszédében hangsúlyozta, az ember gyarlósága miatt sokszor formálisan fogja föl azokat a lehetőségeket, így például a böjtöt is, amellyel az Isten szeretetét viszonozhatná. Keressetek az életetekben olyan dolgokat, amelyeket nem vesztek komolyan, de kellene. Fordult a diákokhoz, majd folytatta. Legyetek őszinték és hitelesek, így éljétek meg a nagybőjti időszakot. Nagybőjt arra is rá kell, hogy irányítsa a figyelmünket, gyerekek, hogy az Isten jó hozzánk. Méghozzá nem azért, mert mi ezt megszolgáltuk, vagy kiérdemeljük, hanem azért jó hozzánk, mert erre van szükségünk. És itt kettős feladat áll előttünk ebből adódóan. Egyfelől ne azért tégy jót a másikkal, mert jó fejnek akarsz látszani, hanem azért tégy vele jót, mert éppen erre van szüksége. Vedd észre a másiknak a szükségét. Vedd észre, hogy szüksége van éppen rád, éppen akkor. Másfelől pedig legyünk hálásak az Istennek azért, hogy annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg mindig, mégis jó hozzánk. Nem méricskéli patika mérlegen, hogy vajon érdemes-e jónak lenni veled. Mennyire vesszük mi komolyan Istennek a jóságát. Nem várja azt, hogy megfelelőképpen viszonozzuk ezt, de azt elvárja, hogy ha jót tett velünk, akkor ez a jósághoz méltón rendezzük és éljük az életünket. És te sem méricskélt, hogy a másik, aki talán nem annyira szimpatikus számodra, vagy éppen megbántott valamivel, bocsánat, hogy így fogalmazok, éppen bunkó volt veled, akkor nem teszek vele jót, mert nem érdemli meg. Nagy bőjt egy nagy lehetőség arra, hogy Istennek ezt a nagyvonalú szeretetét egy kicsit átvegyük, egy kicsit komolyabban vegyük. És lásd meg majd a végén, hogy bizony használni fog. Isten nem maradt közömbös az ember felé, mi se legyünk közömbösek a másik iránt. Áldozat nélkül a ti életetekben sem fog kibontakozni Isten jósága. A mindennapjainkban mindig adódik lehetőség, hogy legyőzzük önmagunkat, közömbösségünket. Aki ezt megteszi, az hős, ti pedig törekedjetek arra, hogy hősök legyetek, fogalmazott a diákságnak Dékány Sixtus. A szentbeszédet követően a megjelentek homlokára hamuval keresztet rajzoltak az atyák, a megtérés és a bűnbánat jeleként.